Michael J. Sullivan, Kardokkora, 32. fejezet, a terv. Így esett hát, így lett Persephone a 10 klán kerágja, Moya pedig az ő pajzsa. A történet azt is elmeséli, hogyan találta fel Rohan az íjat, és miként sajátította el Suri a művészet használatát. Ami engem illet, én megtanultam írni. Úgy hiszem, mind azt gondoltuk, a kalandjaink véget értek, és hogy Persephone vezetése alatt a Raitéhez hasonló emberek és a Nefronhoz hasonló Freyek átveszik a feladatot, és befejezik, amit mi elkezdtünk. Arra egészen biztosan nem számítottunk, ami ezután következett. Arra nem hiszem, hogy bárki is számított volna. Brin könyve. Most hogyan tovább? Csóválta a fejét Nefron. Minden olyan jól ment, amíg... Hogy nem tudtál erről az ostoba szabályról, hogy csak runák lehetnek kerágok? Te is runa vagy, miért nem tudtad? Malcolm nem felelt. A volt rabszolga és a Frey a parton sétáltak a hullámok közvetlen közelében. Malcolm arcán nem látszott sem bűnbánás, sem aggodalom. Egy mosoly árnya suhant át az ábrázatán. Aztán Nefron atyának volt rabszolgája megfordult és kitekintett a tengerre. Még több runa fog érkezni, jelentette ki. Már most is ezrek menetelnek Warwickból, Melenből és Menahanból. A hadsereg, amit akartál, amiről álmodtál, végre úton vagy. És Persephone lehetőséget adott arra, hogy felfegyverezd őket. Most már csak a kiképzés van hátra. Nem csak az van hátra, morogta Nefron. Ez nem az én hadseregem, mert nem én vagyok a kerág. Elbaltáztad. Olyan biztos voltál magadban. Állítottad, hogy... Nefron megragadta Malcolmot a vállánál fogva, és körbefordította. Bárcsak, te tudtad, tudtad, nem igaz? Ismét az a halvány mosoly. Igazából nem tudtam. Elorisben fogolyként nem adatott meg a lehetőség, hogy kívülről belülről megismerjem a runa szokásokat és hagyományokat. Mégis sejtettem, hogy nem fogják a magad fajtára bízni a szerepet. Főként akkor nem, ha te fajtád ellen kell harcolniuk a túlélésért. Akkor meg mi ez az önelégült mosoly? Mit titkolsz? Meglep, hogy magadtól nem jössz rá. A törvény tiltja, hogy te légy a kerág, de azt nem, hogy feleségül vegyél egyet. Persephone férjeként az oldalán uralkodhatnál. Feleségül venni? Egy runát? Nem csoda, hogy Nefronnak nem jutott eszébe ilyesmi. Sohasem volt házas, és soha nem is tervezett megházasodni. Csak időpocsékolás volt. Egy bizonyos idő után a házas felek elkerülhetetlenül eltávolodtak egymástól. Az apja sohasem vette el az anyját, és jól megvoltak így. Egy runát elvenni pedig még képtelenebb ötletnek tűnt. Ne nevettesd ki magad! Szüksége van rád ahhoz, hogy felkészítsd a seregeit, segítsd a stratégia kidolgozásában, és jelezd, mik a Freyek gyengeségei, miként lehet a legjobban kihasználni a gyenge pontjaikat. Nélküled a több ezernyi vasba öltöztetett harcos nem lesz több egy halom ilyet szántóvetőnél. Az első, Miralit idézte földrengésnél menekülőre fogják majd. Malcolm megengedett magának egy vigyort. A megfelelő pillanatban és a megfelelő fényben feltüntetve az ajánlatot beválhat. Még a Persephone nem is talált téged vonzónak, úgy hiszem látni fogja a Frigyben rejlő lehetőséget. Nagyon gyakorlatias nő, mindent megtenne a népéért. Nefron visszanézett a dál irányába. A runák már a felszereléseket gyűjtötték, új vezetőjük volt, új reménységük, és lelkesen tekintettek egy jobb jövő felé. És természetesen túl fogod élni őt és minden gyermekét, akit megszül, folytatta Malcolm. Nemzedékekkel később az emberek már csak arra fognak emlékezni, amire te akarod, hogy emlékezzenek. Persephone-ról, a háborúról és rólad. Biztos vagyok benne, hogy egy napon csak úgy fognak tisztelni, mint nagy Nefron, és a te birodalmad lesz a legdicsőségesebb a világon. Tudsz tenni érte valamit? Kérdezte Suri az öregasszonyt. Arion meglehetett, vagy 25-ször annyi idős, mint padara, de a Freynek nem volt úgy az arcára írva a bölcsesség, amely együtt járt volna a ráncokkal és az őszhajjal. Padara ábrázatát annyi gyűrődés barázdálta,
hogy az a bölcsek bölcsének is elég lett volna, ám Máver szerint nem őszhajkorona, hanem kopasz fejbőr lapult a fejkendője alatt. Még Tura sem nézett ki ilyen öregnek, és annak idején Tura is bármit helyre tudott hozni. Dünnyögte a vénasszony, és beszívta az alsó ajkát, majd úgy gyúrta, mint egy tésztacsíkot, miközben körbejárta a Freyt. Amikor elváltak Perszefónétől a kapunál, Suri, Brin és a három törp körbevitték Ariont a dalfal mentén, aztán lefektették a régi táborukban a gyapjú alá. Az öreg gazdasszony egy halom gyűrött ruha közepén trónolt, két ügyes keze lyukat foltozott egy ingen, amely túl nagy volt ahhoz, hogy az övé legyen. Paderat talpra lökte magát, és egyik kezét Arion homlokára tette. Tébolyítóan mozgékony ajka töprengőn hullámzott. A vénasszony a Frey szemére helyezte a két hüvelykét, aztán lehajolt, mint a meg akarná csókolni. Végül Arion torkára tette a kezét, ujjai besüppettek a nyak puha gödrébe. Bólogatva eleresztette, aztán a főzőveremhez totyogott. Két hasábot tett a szénre, és addig fújta, míg lángra nem kaptak. Végül egy állatbőrtömlőt akasztott a lángok fölé. Szóval? Kérdezte Suri. Majd elválik. Padera vizet öntött egy tökből a tömlőbe. Nincs itt teljesen, ugye? Még nem ment el, de itt sincs. Suri úgy helyezkedett el a tanítója mellett, ahogy a hajóút nagy részében is tette. A Frey sápatnak tűnt, csak nem fehérnek. Nem mintha annak előtte annyira kicsattant volna az erőtől. Suri a barlangban nem vette észre, még a hajón sem, de az ismerős füvön és földön már látta, mennyire színét vesztette Arion, mennyire halottnak tűnt. Nem halott, mondta Padera. A látó meglepetten pislogott, mert azt hitte, hogy a vénasszony meghallotta a gondolatait. Nem, nem halott, de közel jár hozzá, ingadozik. Ezerszer láttam már ezt. Általában a láz velejárója. Izzadnak, jajgatnak, olyasmiket látnak, ami nincs ott, amikor lecsillapodnak, csak csendben fekszenek és ingadoznak. Olyan, mintha nem tudnák elhatározni magukat, hogy menjenek-e, vagy maradjanak. Rá tudjuk bírni valahogy, hogy maradjon? Nem igazán. A vénasszony leveleket vett ki az edényből, aztán a forrásban lévő vízbe lökte őket. Amint főni kezdtek, Suri azonnal megérezte a morzsika illatát. Van nálad fűszfa, kéreg? A lány bólintott. Gondoltam, hogy lesz, add csak ide. A vénység elvette a kérget, összemorzsolta, és azt is beledobta a főzetbe. Ha menni akar, menni fog, és semmit sem tehetünk ellene, de ha maradni akar, megkönnyíthetjük a visszatérését. Suri szomorúan hajtotta le a fejét. Gondolom, a dolgok nem mentek olyan simán a dergek földjén, legalább megszereztétek, amit akartatok? Suri nem válaszolt. Hol van a farkasod? Brin, aki éppen a bagyóját rámolta, a mozdulat közben megdermedt. Nem hiszem, hogy... kezdte. Megöltem, hogy Arion élhessen, válaszolta Suri. A vénasszony ismét beszívta az ajkát és bólintott. Megfogta Suri kezét. Ne hibáztasd magad, az egyik őtöknek sem fog jót tenni. Suri torka elszorult, hirtelen nehéz lett a nyelés. Padera megsimogatta a hátát, aztán visszatért a tűzhöz. Brinre fordítva a szemét, azt kérdezte. És nem itt műveltél oda át? Brin, aki a menedék végében felhalmozott felszerelések között kotorászott, így felelt. Láttam egy térképet a falon, karikban. Cserzett állatbőrből készült, amely olyan puha volt, mint a posztó. Valami tintának nevezett anyaggal rajzoltak rá. Az egy meszes kőből készült festék, de Rohan úgy véli, tud csinálni jobbat is. Van egy könyvfenyő nevű fa. Azt mondja, annak a nedvéből csinál gyantát. Állítólag, amikor megfőzik, jól besötétedik. Való igaz. Azt is mondta, hogy egy üreges szalmaszál madártól vagy nátszál megtartaná a gyantát, és hogy könnyebb volna kanyarítani a jeleket. Éppen tollakat keresek. Úgy emlékszem, itt voltak valahol. És ez mire lesz jó? Brin csillogó szemmel pillantott fel. Le fogom jegyezni a világ történetét. Az egészet leírom puha, kikészített állatbőrre, hogy könnyű legyen szállítani, és hogy örökké tartson. Évszázadokkal azután is, hogy én meghalok, az emberek érteni fogják, amit leírtam, és tudni fogják, mi történt.
Még ha a Freyek nyerik is a háborút, vagy mindenkit meg is ölnek, ez fennmarad, és az igazságot fogja elmesélni. Az igazságot mindenről, mindenki tudni fogja, hogy volt egy gonosz Grombak nevű törp, egy Balgargarat nevezetű iszonyú szörnyeteg, egy Moya nevű dicső harcos, egy Persefóné nevű ragyogó hadvezér, és egy Roan nevű lángelme. Surira pillantott. Tudni fognak majd egy nagyhatalmú mágusról, Suriról, és egy bölcs Freyről, Arionról, és persze egy bátor és gyönyörű farkasról, Minnáról, a világ legbölcsebb farkasáról. Köszönöm, suttogta Suri. És írok a szüleimről is, hogy sohasem felejtődjenek el, így valójában sohasem fognak meghalni. Akárhogy is mindent lejegyzek, hogy senki se felejtsen el minket vagy őket. Azt is beleveszem, amit a kőtáblákról megtudtam. Teljes történet lesz, nagyszerű, és sohasem merül majd feledésbe. Hogy fogod hívni a történetet? Érdeklődött Padera. A Renklán meséje? Brin a fejét rázta. Többről fog szólni, mint csupán a mi klánunkról. Többről, mint Rulin vagy Gula. Minden benne lesz. A fiatal lány eltűnődött. Tudom már, úgy fogom nevezni az én könyvfenyő gyantával írott jeleim. Ez elég igaznak hangzik. Gondolod, hogy egy évszázad múlva tudni fogják bárki is, hogy ki volt az az én? Talán a saját nevedet kellene ráírnod. Mondjuk hívhatnád Brin könyvfenyő gyantával írott jeleinek. Ez tetszik, így fogom hívni. Mosolygott a lány. Padera hozott egy tálat benne a főzettel, és belekanalazott belőle egy keveset Arion szájába. A Frey nyögött, de nem is köhögött, és nem is nyelt félre. Az orvosság legurult. Padera, kezdte Brin, semmi más nincs, amit tenni lehetne, érte? Ez segíteni fog, ennél jobbat nem tudok. Na és te, Suri, kérdezte Brin, te nem tehetsz valamit? A lány meglepve nézett fel. Mire gondolsz? A látók nem gyógyítók, gyermekem, magyarázta Padera. Tura ismerte a gyógyítás mesterségét, de csak felszínesen. Értenek a gyógynövényekhez, meg egyebekhez, de nem ez a valódi hivatásuk. Nem látóként gondoltam, magyarázta Brin. Közelebb jött, és idegesen pillantott Paderára, mintha nem merne a vénasszony előtt beszélni. Surira vetette a tekintetét, és azt mondta. Amit akkor csináltál, amikor elhagytuk Belekreiget, meg az a többi dolog odalent Needben. Nos, ha azokra képes voltál, nem lehetne? Arionra sandított. Nem értem, hogy működik, vagy mi lehetséges, csak azt látom, hogy te és Arion szinte bármire képesek vagytok, már ha nem vagytok bezárva valahová, elvágva a forrásoktól. És itt most nem vagy, csak azon tűnődtem, te nem tudsz tenni valamit? Úgy értem, próbáltad már? Suri még nem próbálta. Meg sem fordult a fejében ilyesmi. Abban a pillanatban, ahogy megértette, mit kért tőle Brin, egyszerre lett izgatott és riadt. Fogalma sem volt, hogyan kell belefogni valakinek a meggyógyításába, azt sem tudta, hol kezdje. Talán csak ront a helyzeten. Ám Arion hideg kezével a kezében, sápadt arcára nézve. Ronthatok egyáltalán ezen? Suri keze remegett. Ez nem olyasmi, mint megnyitni és összezárni a földet, vagy sárkányt alkotni a legjobb barátjából. Nem volt kőbe vésett varázsigéje, amelyeket követhet, sem egy tanító, aki a fülébe súgja az utasításokat. Végig magának kellene megtalálnia az utat, vakon tapogatózni egy ösvény után, amely talán nem is létezik. Egyszerű hurokból indulna ki, miközben egy bizonyos mintát kellene létrehoznia, amelyet még sohasem látott. Ha pedig kudarcot vall, Arion meghalhat miatta. Életek egyáltalán azok után, hogy mindkettőjüket megölöm? Suri csak ült, és nem tudta, mit évő legyen. Az lett volna bölcs döntés, ha hagy mindent a maga útján történni. Ha semmit sem tesz, és Arion meghal, az ő halála legalább nem Suri lelkén szárad. Csak félsz, ez a te legnagyobb bajod. Megérintetted a húrokat, ismered az érzést. Érted, micsoda óriási hatalom lakozik bennük, és azt is láttad, mire képes ez az erő. Attól félsz, hogy a művészet használatával ártani fogsz valakinek, akit szeretsz. A félelem tart vissza, és ezt a félelmet kell leküzdened, hogy széttárhasd a szárnyadat.
Utána nem csak repülni fogsz, hanem egyenesen szárnyalni. Megdörzsölte Orion kezét. Olyan hideg volt, olyan halott. Mit évő legyek, Tura, Minna, mindenek ősanyja, kérlek segítsetek eldönteni, mit évő legyek? Nézz oda, szólalt meg hirtelen Padera, az első, amit ilyen messze délen látok. Azt hiszem, hogy a tengeri szél túl erős nekik. Tudjátok, ezek igen törékeny szerzetek. Gyönyörű, áradozott Brin. Suri kinyitotta a szemét, és röpke mozgással lett figyelmes, a jobb keze felől, ahol egy pillangó verdesett a gyapjú alatt. A nagy, csodaszép zöld és arany szárnyak széle mély fekete volt, a látogató nem adott semmiféle hangot, csak ott lebegett egy ideig. Suri életében nem látott még hozzáfoghatót. Aztán a pillangó a szemük előtt irányt váltott, és a szárnyával csapkodva kiröppent a sátorponyva alól. Gondolom csak beköszönni jött, jegyezte meg Padera. Nem hiszem. Suri mély levegőt vett, felemelte a kezét, és így szólt. Tarts ki, Orion, jövök!